első igazgatóm, Radnai Miklós, ki akart vele békülni. Hogy mind különböztek össze, vagy mi volt közöttük igazából, azt nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Radnai, aki maga is komponista volt, és aki természetesen nagyon-nagyon nagyra tartotta Bartókot, érezte, hogy hát ezt a viszonyt meg kell szüntetni, ezt a feszültséget, és az akkori balettmestert, a lengyel Cseplinszkit, és engem elküldött Bartókhoz azzal, hogy a fából faragott királyfinak a felújítását szeretné valamelyik szezonban ismét műsorra venni, és hát menjünk el Bartókhoz, és egyszerűen kérdezzük tőle meg, hogy mi az, amit ő akar, és mindenben teljesítsük a kívánságait. Ez így is történt, elmentünk hozzá, és Bartók kedvesen fogadott, de mindig volt benne egy bizonyos hűvösség. Ő nála mindig érezte az ember a három lépés távolságot. Talán egyszer később ez a három lépés időnként egy lépés lett, vagy egy fél lépés. Hát ez a dolog úgy történt, hogy először is fogta a zongora kivonatomat, és most pedig beírjuk a húzásokat. Vagyis azok a húzások, amelyeket mostanában divatos kifogásolni, és amikor a szerző nevében szöveg szerinti, betű szerinti teljességre törekednek, ez teljesen hibás, mert ő ezt nemhogy nem követelte, inkább az ellenkezőjét. Ahogy senki sem követeli ma azt, hogy a Bartók első szvittet húzás nélkül adjuk, mert mindig az ő húzásaival játsszuk, és fogjuk is játszani. Ahogy a mandarinba azokat az apróbb kis húzásokat, amelyeket ő eszközölt, azokat ma is húzzuk, éppen úgy kellene azokat a húzásokat respektálni, amelyeket annak idején ő maga húzott meg, mert hiszen azért ő tudta, hogy mit akar egyrészt, másrészt pedig, mint maga is gyakorló előadó, aki maga is zongorázott, hát nyilván tudta azt, hogy milyen hatása van egy műnek a közönségre, bár ő nem ilyen értelmi hatásra nem ment, hanem tudta azt, hogy mihol bőbeszédű ő szerinte a zenéje, a fiatalkori zenéje persze. Tehát semmi okunk nincs arra, hogy okosabbak legyünk a Bartók Bélánál. Na hát ez megtörtént, és el is zongoráztam neki, ahol ő metronomszámokat bekarikázott. Én mindig kicsit lassan, ha valahol tempóban vétek, akkor rendszerint ott vétek, hogy lassabb vagyok. És azokat mindig hangsúlyozottan, ő mindig a lassabb tempókat egyáltalán nem kedvelte. Úgyhogy mindig bekarikázta, ahol én lassabb voltam, hogy saját metronomjait javította, de sohasem lassabbra, mindig gyorsabbra. Egy metronomos javítását tudok, ami lassabb lett, az a táncvitnél van, ahol tényleg lényegesen lejjebb tette a metronom számokat. Az alatt, amíg én itten zongoráztam, az alatt folyton volt egy ilyen szalag metronómia, és azzal ellenőrizte mindig. Úgyhogy ez nála kicsit még ma is érthetetlen számomra, hogy ezt ennyire... Ez nála valamilyen játék lehetett, hogy metronomokkal. A Kodály az soha nem metronomizált. Odaírt metronomokat, de nem hiszem, hogy ezt csak úgy nagyjából írhatta oda. Ahogy a Strauss is csak nagyjából, a Strauss metronomokat se kell úgy rettetesen nézegetni. De ő ezt rettenetesen szigorúan vette, ezt is mindent komolyan vette aztán az életbe, és mindent rettenetesen végletekig pontosan, és... mindig megállt, és akkor aztán megnéztük, hogy milyen metronom van ott, és mondom, többször megtörtént az, hogy áthúzta és javított rajta, de mindig gyorsabbra. A zenekari próbákon ott volt, én nagyon féltem tőle, jobban féltem tőle, mint Kodálytól. Mert valami olyan kérelhetetlen belső szigort éreztem belőle, amikor az ember, mint az utolsó ítéleten, úgy olyan pucéran érezte magát előtte, hogy jaj Istenem. Aztán szerencsére csalódtam, és fölengedett ez a merevség, de egyetlen egyszer történt csak meg, hogy valamire azt mondta, ezt a részt dirigálja úgy, ahogy érzi.